A miserendet is az élethez kellett igazítani az ünnepek idején. Még akkor döntés született erről, mielőtt a kormány kiadta a karácsonyra vonatkozó engedményeket. Nem is az, hogy a tavalyihoz képest, hanem az eddigi életünkhöz képest másként alakul a miserendünk. Tudniillik, nem lehetett tudni elmúlt hétvégén, mert hogy hétfőn hozta meg az operatív törzs a maga határozatát, amit most már tudunk. Némi szabadságot ad éppen erre az éjszakára, napra. Nekünk viszont előre kellett azért erről döntést hozni, annak fényében is, hogy nem lehet ezt lebegtetni. Úgyhogy döntés az úgy történt, többekkel, én is a munkatársaimmal azért egyeztettem, nem csak magam egy személyében döntöttem így, arról, hogy szenteste csak 5 órakor lesz, és csak tolnán, ünnepi misével. Ez lesz úgymond az évféli misénk, zónaidő eltérésnek megfelelően, amúgy is az évfél az mindig máskor van, tehát annyira nem is befolyásol. Nyilván ez változás ott, ahol ez nem ilyenkor szokott lenni. Kicsit azon is gondolkodtunk, hogy 5 óra vagy 6 óra legyen, de talán így, hogy 6-ra megvan a szentmise, legmesszebb lévők is fél hétre haza tudnak jutni, még van arra alkalom, hogy közös vacsora, karácsonyozás gyerekekkel is együtt. Aztán karácsony első napján, másnapján, és még vasárnap szent család ünnepén, mert most ez így egyben van, megszokott módon ünnepi miserendben leszünk. Bár sok mindenben átalakult az élet, még a templomban is, azért van, amiben nem szabad, hogy változás legyen karácsonykor, mondta Ravasz Csaba. Járvány most itt van az életünkben, itt van a karácsony is, szent ünneppel, és hát ezt a kettőt valahogy össze kell azért egyeztetni. Nem jó az, hogyha a járvány teljes mértékben uralja az életünket. Része a mostani életünknek, de ésszel és vigyázva nyilván lehet ünnepelnünk. Csomó családban külföldön dolgozik valamelyik családtag. Ő most vagy haza mer jönni, vagy nem. Én rokonságomban is van olyan, aki nem fog haza tudni jönni. Például. Az életünk hangsúlyai áthelyeződnek, és ez az adventi készületben is megmutatkozott, tette hozzá a plébános. Az advent heteiben önmagában is erre kell, hogy egy hívő keresztény embert, meg magát a világot is, tehát készítse karácsonyra, tehát karácsonyhoz nem lehet csak úgy beesni. Az, hogy most ez a körülmény itt van, ami a járvány, ez talán megint hozott olyan változásokat kinek-kinek az életébe, családi közösségében, amiből akár jó is tud kijönni. Bizonyos értelemben kevesebben vagyunk, mint szoktunk lenni, ugyanakkor meg gyónásokban meg egészen, tehát most szombaton egy órán át gyóntattam, minden is előtt gyóntatok, és jönnek az emberek. Tehát az, amit nekünk a püspöki kar november 11-én kiadott, amikor ez a szigorúbb mostani helyzet van, 8 órától nincs kijárási lehetőség, hogy a templomaink maradjanak nyitva, mert lelki töltődésnek a helyei ezek. Ezt most nagyon látom, hogy nyilván aki abban a faktorban van, hogy nem célszerű jönni, annak én is azt mondtam, hogy ne jöjjön. Viszont akik ő is otthon lelkileg, ugyanakkor megkészül. Telefonon azért hívogatjuk egymást, többekkel is, tudom. És itt a közösségben, akik vannak, meg látom, tapasztalom, hogy
azért karácsony, advent meg készületi időről.